tegyünk ebbe az edénybe cseppfolyós nitrogént. Azt is érdemes megnézni, hogy körülbelül a tetejéig fogom önteni a cseppfolyós nitrogént, vagyis teleöntöm. És amikor az a nagyon heves forrás abban marad, akkor alig-alig marad a felénél több. Ez azt is jelenti, hogy az edény lehűtéséhez viszonylag nagyon sok cseppfolyós nitrogént kell elforralni. Ez két dolgot mutat, például azt, hogy a cseppfolyós nitrogén forrásához nem kell túl sok energia. Az edőadásom végén még tervezem, hogy erre visszatérek, tehát most szeretném fölhívni azt, hogy a cseppfolyós nitrogénnel nem egy barátságos dolog valamit lehűteni, hiszen nagyon nagy mennyiségre van szükség, mert hogy a cseppfolyós nitrogén forrásához nem kell túl sok energia. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogénünk, és akkor most kezdjük a forralást. Akarom mondani a hűtést, tehát a kettő, itt jön elő az ember zavarba, hogy mert olyan hevesen fog forrni, hogy közben meg fog fagyni. Tehát fölhívnám a figyelmet, hogy ebbe ez az izgalmas. A cseppfolyós nitrogénnel való hűtést, azt úgy fogjuk csinálni, hogy én ezt szépen ide helyezem. Így. Bekapcsoljuk a vákumszivattyút. Így. Érdemes megnézni, hogy milyen elképesztő hevesen forr a cseppfolyós nitrogén, és amikor forr, akkor ugye világosan látszik, hogy a környezetétől hőt von el, és egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz ez a forrás, és egyszer csak látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogénben megjelenik a szilárd halmazállapot, viszonylag egyszerűen meg tudtuk a cseppfolyós nitrogént fagyasztani.